Amint a járványhelyzet megengedte, a méhecskék újra megkezdték a munkát. A fiatalok újult erővel vágtak neki a folytatásnak, illetve az őszi szezonnak, ami új kihívásokat is tartogatott számukra. Gondoltunk a nyáron egy merészet, és úgy gondoltuk, hogy a méhecskéknél és az egész kolocsai labdarúgásnak jót tenne, ha netalántán a felnőtt csapatunk a Megye 2-be szerepelne, ugyanis az ifi csapatnak, az ifi csapatból kiöregedőknek lenne két választási lehetőségük, vagy a Megye 2-be, vagy pedig a Megye 1-es csapathoz tudnak fölfelé játszani, ami én úgy gondolom egy játékosnak mindig inspiráló, tehát nem a legalacsonyabb osztályba kell utána játszanom, hanem játszhatok följebb is. A méhecskék esett csapata a Megye 2-ben megszerezte már első pontját is, az első két fordulóban idegenben nem sikerült a pontszerzés, azonban a hazai pálya meghozta az áttörést a fiatalok számára. Jött a hazai mérkőzés a Borota ellen, ahol szintén nagyon jó első fél időt produkáltunk, vezettünk is. A második fél időre ott megint jött ez a holdpont, ez az erőléti holdpont, hát ezt kell kitolnunk nekünk 70-80 percre. Meg is fordította az ellenfél az eredményt, de volt tartás a csapatnak is, a hosszabbítás utolsó percében is sikerült egyenlíteni, tehát megszereztük az első állított pontunkat. Ha valaki szeretné élőben is megnézni a méhecskék Megye 2-es csapatának mérkőzését, akkor jó hírünk van, ugyanis a hétvégén éppen hazai pályán játszanak majd a fiúk. Vasárnap lesz a Hajós elleni összecsapásunk, egy kicsit rangadó is, ugye, itt van a szomszédvár, vannak nálunk hajósiak, akik itt játszanak, én úgy gondolom kicsit rangadó is, két közel azonos csapat fog összecsapni, és mi nagyon készülünk megszerezni az első győzelmünket, amire én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lökést adna ennek a fiatal csapatnak, hogy egyszer egy győzelem, és akkor onnantól kezdve már másképp is hozzá lehet állni ez a dologhoz. A méhecskék hajós összecsapás vasárnap 16 órakor kezdődik a Molnár Ferenc sportközpont pályáján.